Dombóváron önkormányzati képviselői kezdeményezésnek köszönhetően a valamikori DISZ sporttelep új nevet kapott, valamint a dombovári focisúdi TAO forrásból is itt található öltözői is megújultak. Tudtuk meg Tárnok Zoltántól, Dombovár sportreferensétől. A sporttelepnek új neve lett. Tobak Gábor képviselő kezdeményezésére, hogy a Újvári Kálmán sporttelepnek nevezte el, hogy fogadta el a dombovári képviselőtestület, ugye a telepnek az új neve ugye ez lett. Illetve itt az elmúlt időszakban beruházások voltak, öltözőfelújítás, fizesblokkfelújítás, tetőfelújítás, térkövezés, tehát igazából itt a közel 20-30 éves létesítmény tudott megújulni. A dombovári megye egyes csapatnak meccseit, illetve a hivatalos szalagátvágó ceremóniát egy baráti foci meccs előzte meg, melyel az egykori edző Újvári Kálmán emléke előtt tisztelektek. A nap folytatásaként egy másik avatú ünnepségre is sor került, mondta el a dombovári sportreferens. Mai Antal olimpiai bajnok érkezik hozzánk, és fönt a Hemi sportcsarnoka is új nevet fog kapni, ugye és új pálya is átadásra kerül, ott pedig ugye Buzánszky Jenő sportkomplexumot fogjuk avatni. Az Újvári Kálmán sporttelep öltözője és a már Buzánszky Jenő nevét viselő sportkomplexum műfüves pályája is TAO forrásból valósult meg. A beruházások nagy részét azt a Dombovári Focisúli Egyesület közreműködésével, illetve a Dombovár Város Önkormányzat közreműködésével valósítottuk meg. Ezek TAO-s forrásból tudtak elkészülni. Ennek apropóján a bennünket támogató vállalkozókat is várjuk majd este, és egy kicsit egy ilyen emléktáblával szeretnénk megköszönni jelképesen a támogatásukat, hiszen a helyi, illetve a kapcsolatrendszerünkbe tartozó vállalkozók adták össze a beruházásokhoz a 70%-ot, az önkormányzat pedig hozzatette azt a 30%-os önrészt, amit ez a pályázati rendszer megkövetel. A sportlétesítmények elnevezésénél fontos volt az a szempont, hogy a városhoz kötődő olyan személy nevét viselje, akinek élet a sport kiemelkedő helyen szerepelt. Mikor komolyabban kezdtem el foglalkozni a dombovári labdarúgással, hogy ennek a pályának igazából nem volt gazdája, úgy, ahogy nevese. És mivel a város egy igen központi helyén fekszik, ezért elhatároztuk, hogy a megye egyes meccseinket is itt szeretnék játszani, de hát akkor már illene egy nevet is adni ennek a létesítménynek, és ebből jött az ötlet, hogy Dombovár hál' Istennek szerencsés helyzetben van, mert rengeteg kiváló labdarúgó indította innen a pályáját. Nagyon nehéz volt a választás. Kálmánvára azért esett a választásunk, mert az újkori fociba, amit 90 után nevezünk, igazából ugye megszűntek a régi rendszerek, és azért szinte szétesett a labdarúgás Dombováron 90-be. Kálmánvá volt az, aki fiatalokkal elkezdte, és összefogta ezt a dombovári labdarúgást abban az időben, és például olyan sikeres játékosokat nevelt, mint Gyánó Szabolcs, aki egészen válogatott kerettagságig is vitte. Amikor a dombovári képviselő Tobak Gábor megkereste az újvári családot, a sporttelep elnevezésével ötletével egyértelmű volt számukra, hogy ők is támogatják ezt a kezdeményezést. Én örömmel vettem. Hát azt gondolom, hogy ez a gondolatiság, hogy a dombovári sportlétesítményeket az itt dolgozó aklapjában lehet mondani, hogy ikonikus személyekről és közte édesapámról nevezzük el. Az uszoda is dombovári nevet hordoz. Újvári Kálmán fia kihangsúlyozta, hogy édesapja rengeteg időt töltött a pályán, ahol fiatalok edzése mellett számos munkát ellátott, amit a pálya és környéke megkövetelt. Ő itt élt el az életét. Tehát ő volt az egyedüli szertáros, a labdarúgó szakasz vezetője, elkezdte a 6 éves gyerekeket edzeni, és egészen azt mondom, hogy felnőtt korig végigvitte, úgyhogy itt voltak. Egyet is meg szeretném köszönni, aki eljött és focizott egyet az ő emlékére, úgyhogy én azt gondolom, hogy én büszke vagyok apura. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett 49-es magyar válogatott labdarúgó Buzánszky Jenő fia kiemelte, hogy a család számára mekkora megtiszteltetés, hogy Dombováron, édesapja szülővárosában egy újabb intézmény viseli az egykori focista nevét. Mindig nagy öröm számomra, illetve a család számára is az, hogyha egy újabb létesítménnyel bővül úgymond a sor. Az pedig, hogy itt Dombováron, édesapám szülővárosában tudunk egy ilyen létesítményt avatni, ez mindig külön öröm. A 35 éve a Magyar Labdarúgó Szövetségben dolgozó olimpiai bajnok labdarúgó Dunai Antal érkezett a Buzánszky Jenő sportkomplexum névadó ünnepségére, ahol a szalagátvágás után a hivatal csapata állt ki a tanárok csapata ellen az új műfüves pályán. Dombováron olyan szívesen jöttem, nagy örömmel jöttem, és megmondom őszintén, hát, hogy mondtam már több 100 pályát adtam át az utóbbi években.
nagyon meg kell becsülni ezt a pályát, a füves pályát, ez biliárdasztal. Dombováron a sportlétesítmények névadásánál fontos szempont, hogy olyan egykori sportolót válasszanak, aki sokat tett a város sport életéért. Méltán viseli Újvári Kálmán nevét, az egykori disporttelep, valamint Buzánszky Jenő nevét, a HEMI sportcsarnoka.